A vonalban László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi kabinetjének vezetője, a Szent Imre Kórház volt főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatóit. Visszatérő rémhír, hogy ezek a menekültek, akik egyre nagyobb számban érkeznek, egészségügyi veszélyeket is hordoznak magukkal, olyan veszélyeket, amelyek a magyar társadalomra nézve veszélyesek természetesen, és olyan betegségeket hoznak, amelyekkel itt, ha nem is vagyunk tehetetlenek, de Magyarországon nem gyakoriak, ki tudja, milyen járványokat fognak itt elterjeszteni. Tudom, hogy már többen megcáfolták ezt szakemberek közül, legutóbb tegnap az Egészségügyi Világszervezet egyik magyar vezetője, Jakab Zsuzsanna, de mégis mit mond a legalábbis közelmúltig gyakorló orvos, aki egyben politikus is? Hát elképesztő, azt kell mondanom. Azt hiszem, hogy annak a tárházát növeli, szaporítja ez a járványokkal való riogatás, ami egyébként más vonatkozásban az elmúlt hetekben, hónapokban már megjelent televízió, rádió, írott sajtó hasábjain. Annyit hadd mondjak, a járvány, ez egy rettenetes dolog. Ugye a középkorban nagy járványoknál milliók pusztultak el, és települések haltak ki. Tehát ennek az emlegetése borzasztóan kétélű, de hogy a járvány mit jelent, nem csak a középkorban, még az első világháború idején, bármennyire hihetetlen, többen pusztultak el a járványok következtében, mint a harctereken. Tehát nagyon vigyázni kell vele. És így igaz, nem csak külföldi, hazai járványügyi szakemberek is egyértelműen állítják, hogy ennek a feltételezésnek semmilyen alapja nincsen. Talán egy picinkét fordított a helyzet, tudnilik a zsúfoltság, uzamosabb időn át egy helyen történő tartózkodás megbetegedéseket okozhat, tehát végső soron bármennyire furcsa, nem akarom visszájára fordítani a dolgot, de végső soron a migránsok vannak kitéve egy olyan helyzetnek, kint éjszakáznak a szabad ég alatt. Ezek nem megszokott dolgok, tehát megbetegedések forrásai lehetnek. És természetesen útközben nem normális állapotokkal találkoznak, vagy esetleg korábban hosszabb ideig menekültáborokban voltak, szóval mind-mind ellentmond annak, hogy normális, civilizált életet éljenek, lehet, hogy éppen egy dráma elől menekülnek, de ezzel nem azt jelenti, hogy ők hordoznak magukban valamilyen vírust, vagy egy járvány kórokozóját, hanem azt, hogy ők a veszélyeztetettebbek, ők vannak kitéve könnyebben a betegségeknek. Ha azt veszük alapul, ami megint csak nem elhanyagolható, hogy ugye 4 millió menekült az Jordániába, Törökországba, Libanonba akadt el, ezek az egyszerűbb emberek, akik nem rendelkeznek anyagi forrással. Azok, akik Európába és elsősorban természetesen Németországba tartanak, az az ottani középosztálynak a képviselői, tehát akik megjelennek nálunk, és ugye nagyon sokan mondják, hogy új és milyen jól öltözöttek, sőt, még pénzük is van. Igen, mert gyakorlatilag ez az a középosztály, ami menekül a bizonytalanság, menekül a háború elől, és ugye Németországba természetesen szeretne jobban élni. Tehát ezek az emberek, és akkor fordítsuk át az egészségügy oldalára, azért a higiéné, a személyi higiéné szempontjából azért fokozottabb követelményekkel, önmagukkal szemben fokozottabb követelményekkel élnek, tehát ezek az emberek tisztálkodnak, igényük van arra, hogy le tudjanak tusolni, meg tudjanak mosakodni. Bár erre nem mindig van lehetőségük, például van, Magyarországon. Ez az, ami óriási feszültségeket és gondokat okoz. De az emberek azt is láthatják a televíziós tudósításokban, hogy például a magyar rendőrök egy része szájmaszkot visel, mint aki arra van felkészülve, hogy na, ezek az emberek betegségeket terjesztenek. Ha a magyar rendőrt szájmaszkban látják, akkor levonhatják azt a következtetést a nézők, hogy na, nem véletlen, hogy a rendőrt is védeni kell. Mi lesz, hogyha én találkozom egy menekülttel, nem lesz nálam szájmaszk, aztán elkapom az akármit. Igen, ezt gondolom még, amikor Olaszországba jöttek az első képek, ugye visszaemlékszik, Hábor Gábor,
akkor ott is azt lehetett látni, hogy akik az első segélyt biztosították, hogy az első valóban a zsúfolt hajókról hozzák ki. Így van, ők is szájmaszkal voltak, és kesztyűvel, itt is kesztyűvel vannak a rendőrök. Ez egy óvatosság, ezt én valahogy se elítélni nem tudom, sem támogatni nem tudom. Mi ellen véd például egy szájmaszk? Hát természetesen egyébként a kontaktfertőzéstől véd a kesztyű, és a légúton terjedő fertőzésektől pedig véd a szájmaszk. Tehát igen, van hatása, pontosabban akkor, hogyha lenne a másik oldalon olyan jellegű gond és probléma, hogy ezt alkalmazni kelljen. Ez inkább az óvatosság diktálja. Ezzel én, mint orvos, mint egészségügyi, hogy mondjam, nem az, hogy egyet tudok érteni, nem tűnik. De el tudja fogadni, értem, el tudja fogadni. Én csak arra gondoltam, hogy ebből aztán következhet a közvéleménynek az az áthangolódása. Ha a rendőrök félnek, akkor nekem is félnem kell. Hát látjuk a rendőröket, hogy ott vannak közöttük, és nagyon sokan már érzik azokat a gondokat, problémákat, amivel ezek a szerencsétlenek jöttek. A gyerekekkel játszanak, már nagyon sok dicséret elhangzik a rendőrség munkájával kapcsolatban. Tehát látják azt, hogy nem a Istentől elrugaszkodott valami szörnyű népesség az, ami horda módjára betört ebbe az országba és előzönli. Inkább azt kellene megtennünk, hogy segítsük, hogy minél hamarabb átmenjenek az országon. Segítsük azt, hogy normális körülmények között legyenek a gyűjtőhelyeken, legyen megfelelő számú adminisztratív személyzet, hogy fölgyorsítsák a mozgásukat, mert nem itt akarnak letelepedni. És egy adatot hadd mondjak hozzá, mert biztos, hogy nagyon sokan nem tudják. A demográfiai adatok alapján Németország az elkövetkezendő 10 év során 7-es millió munkahelyen beosztást nem tud föltölteni. Olyanok a összetételből eredő viszonyok. Tehát Németország azért hangoztatta azokat a dolgokat, hogy hány 10-100 ezer külföldi befogadására képes, mert munkaerő hiánya van, lesz. És ez még akkor is igaz, hogyha e pillanatban a munkanélküliség még Európában, Nyugat-Európában viszonylag magas, de ha beindul egy stabilabb gazdasági fejlődés, akkor 2-3 éven belül komoly munkaerő kereslet lesz az egész így európai régióban. Pontosan, és még egy dolgot engedjen meg, hogy elmondjak. A járványhoz hozzátartozik egy másik fogalom, azt úgy hívják, hogy karantén. Ugye, ha járvány van, akkor a megbetegedett, illetve arra gyanúsatat izoláltan elkülönítik a környezetüktől, hogy ne tudjon tovább terjedni. Én attól félek, hogy politikai és erkölcsi vonatkozásba ez az ország karanténba kerül. Hiszen nyugat-európai vezető politikusok szólalnak föl, és ítélik el gyakorlatilag mi országunk, magyarok vagyunk, ebbe élünk, felelősséggel tartozunk. Ennek az országnak a viszonyulását, a hivatalost. Mert a magánról, az önkéntes segítőkről, és ahogy említettem most már a rendőrségnek egy részéről, ezek a migránsok tisztelettel beszélnek. Összegezve az egészségügyi veszélyeket és az ezzel kapcsolatos pletykákat, rémhíreket, ebben az évben eddig szeptemberig Európába körülbelül 500 000-500 000 menekült érkezett, de ön se hallott egyetlen egy helyről sem jelentést járványokról, vagy nagyobb megbetegedésekről, pláne olyanokról. Magyarországon vittek be többeket, ugye azt hiszem, hogy 50 körüli főt, aztán kiderült, hogy mindösszesen az 50-ből 48-at simán el lehetett engedni, mert semmi baja nem volt. Kettőnek volt hasmenése. De ilyen természetesen Magyarországon is rendszeresen előfordul. Hát, már a magyar lakosság körében. Így van, tehát nem hiszem, és nem látok egyáltalán sötéten ebben a kérdésben. Köszönöm szépen László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi kabinetjének vezetője. Köszönöm. Szent Imre Kórház volt főigazgatója. Viszont hallásra! Viszont hallásra!